Köszöntöm Önöket, ez itt a köztér, és ahogy azt már néhány hete tapasztalhatták, elővettük a lakás szövetkezeti mappánkat, leporoltuk, és újra napirendre került a téma, már csak azért is, hiszen közeledik október 20-a, és Székesfehérvár közmeghallgatásán fókuszba kerül az egyes számú lakás szövetkezet is, és ott a szövetkezettel kapcsolatos ügyek. Stúdiónk vendége Farkas Károly szövetkezeti tag és küldött, illetve érkezik ide hozzánk műsorunk második felében Herceg József, a Székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezet elnöke. Természetesen adásunk ezúttal is interaktív lehetőségük van ahhoz, hogyha a 22-es 516-110-es telefonszámot hívják, akkor elmondják véleményüket, hozzászóljanak műsorunkhoz. Ez az egy telefonszámunk van, úgyhogy arra kérném kedves nézőinket, hogy türelemmel is kitartóan tárcsázzanak minket, illetve akiket adásba tudtunk kapcsolni, azok pedig próbálják meg rövidre, illetve tömören megfogalmazni véleményüket, kérdésüket, hogy minél több mindenkinek lehetőséget tudjunk biztosítani a mai nap folyamán, hiszen rendszeresen érkeznek hozzánk visszajelzések, hogy nem kerültek adásba, nem tudtak minket elérni. Ennek ez az oka, hogy egy telefonon vonalunk van. Nos, hát kedves Károly, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy megkeresett minket. Ugye az 1992-es közgyűlés ügye, illetve 1992-ben volt utoljára közgyűlés, ez már többször is szóba került itt a köztérben és a Fehérvár televízióban. De hogyha egy kicsit visszamegyünk, akkor miről határoztak, mit tud a részletekről, egyáltalán az előzményekről? Igen, hát először is én is köszönteném a kedves nézőket, és akkor kezdeném is, és ha megengedik, akkor először is nyilatkozatot tennék, mint egyszerű magánszemély vagyok itt, és nem a szövetkezet álláspontját képviselem. És akkor belefognák. Előttem van a 92-es közgyűlési jegyzőkönyv, amit a szövetkezet állított ki, és ez egy teljesen hivatalos jegyzőkönyv, ami kimondja, hogy az alapszabály megállapítása kizárólagosan, ugyebár a szövetkezet közgyűlésének hatáskörébe tartozik, ezt a 92-es szövetkezeti törvény is kimondja, és ez a közgyűlés tulajdonképpen úgy zajlott le, hogy olvasom, hogy precíz legyek, hogy nehogy valaki is kifogásolja, amely leírja, hogy egyetlen napirendi pont egyetlen határozatát fogadja el, ami a hatáskör átruházásáról szól. A hatásköröket, amiket a közgyűlés magának tart fenn, az alapszabály megállapítása és egyéb pontok. Na már most, a szövetkezet közgyűlésén 111 fő vett részt. Ez egy megismételt közgyűlés volt. Ezután a szövetkezet benyújtott egy alapszabályt a cégbíróságnak. De hogy honnan vette ezt az alapszabályt a szövetkezet, azt nem tudni, ugyanis a szövetkezet által készített jegyzőkönyv nem alapján nem fogadtak el ilyen alapszabályt. Tehát valahonnan a szövetkezet elővette egy alapszabályt, és ezt nyújtotta be a cégbíróságnak. A cégbíróság ezt az alapszabályt elutasította. Mire hivatkozva? Öt ponton jogellenesnek találta öt pontját, ezért a szövetkezet 92-ben 10.-5-én előttem van, összehívott egy küldött gyűlést. Na már most egy nem létező szövetkezetnek nem lehet küldött gyűlése se. Miért mondja azt, hogy nem létező szövetkezet? Azért nem létezik ez a szövetkezet, mivel hogy nem jegyezte még be a cégbíróság. A cégbíróság azt kérte a szövetkezettől, hogy 30 napon belül nyújtson be egy törvényeknek megfelelő alapszabályt, máskülönben nem veszi cégjegyzékbe. Na már most ennek a küldött gyűlésnek, amelyet küldött gyűlésnek neveznek ugyan, de nem lehetett küldött gyűlés, mert nem voltak se szövetkezet, se küldöttjei nem lehettek. Ennek egyetlen egy napi rendi pontja volt, ennek az alapszabálynak az elfogadása. Na már most ezt az alapszabályt benyújtotta a szövetkezet a cégbíróságnak, és számomra érthetetlen módon a cégbíróság elfogadta, annak ellenére, mint ahogy mondtam, a közgyűlés hatáskörébe tartozott kizárólag az alapszabály elfogadása. Ezt a 92-es lakásszövetkezeti törvény pontosan rögzítette. Ami érdekesség ezben, hogy 2014-ben volt egy küldött gyűlés, ahol az egyik küldött hozzászólt a szövetkezet tulajdonjogához, miszerint, hogy a szövetkezeti lépcsőházak kinek a tulajdonában vannak. Erre Tettinger úrnak, a szövetkezet jogászának olvasom a jegyzőkönyvet, ami hiteles, és azért olvasom, hogy nem szeretném, hogy ebből bármiféle probléma adódna, vagy félreértés, amely kimondja a Tettinger úr válaszát.
A lakásszövetkezetnél másképp működik, mint a társasházaknál, ugyebár. És ebből kifolyólag a szövetkezet tulajdonában állnak a lépcsőházak. 1992-ben így döntött a közgyűlés. Annak ellenére, hogy a szövetkezet kérte a földhivatalt, hogy ezeket a bejegyzéseket vegye ki, mert a szövetkezeti épületek esetében ez törvénysértő. Ugyebár ezt nem hajlandó kivenni a tulajdoni lapról, ugyebár a jogosult hivatal. Hoztam egy tulajdoni lapot, ami láthatják, kedves nézők, több lapból áll, amely kimondja a mi épületünkre, hogy a Kelemen Béla 22-24-es számú épület, az tanácsi értékesítő lakóépület, közös tulajdonba kerülő helyiségekről mennek üzemeltetője, tehát nem tulajdonosa, üzemeltetője, a Kun Béla lakásfenntartó szövetkezet. Ez ugye az egyes számú szövetkezetnek az amelynek a jogutódja, igen, az egyes számú lakásszövetkezet, amely 92 előtt már egyes számú lakásszövetkezet volt, csak a törvény miatt kellett ugyebár átalakulnia. Na már most ebből kifolyólag nagyon érdekesek itt a tulajdonviszonyok, mert a szövetkezet 2004-es szövetkezeti törvényre hivatkozva, amely kimondja ugyebár, hogy a lépcsőházak szövetkezeti tulajdonban vannak, de azt viszont nem mondja ki, hogy elvesszük az eredeti tulajdonosoktól, és odaadjuk a szövetkezetnek. Ennek ellenére alapszabályba foglalták a szövetkezetnél, hogy a lépcsőházak a szövetkezet tulajdonában vannak. Ha Tettinger úrnak igaz lenne az állítása, hogy 1992-ben ezt már alapszabályban foglalták, akkor ugyebár nem kellett volna újra alapszabályba foglalni, mert benne lenne az alapszabálynak. De akkor most jól értem azt, hogy 1902-ben végül is akkor erről nem határoztak? 1992-ben? Igen, nem határoztak, mint ahogy az előbb olvastam, egyetlen egy napirendi pont volt, ez pedig a közgyűlésnek a hatáskörét, amit át lehetett ruházni, átruháztak a küldött gyűlésre. Alapszabály elfogadásáról szó sincs a jegyzőkönyvben is. Ha a jegyzőkönyv nem tartalmazza, ugyebár, hogy alapszabályt fogadtak volna el, akkor nem is történt ilyen. Ez igen érdekes dolog, hogy ennek ellenére a cégbíróság befogadta ezt az alapszabályt, amit, mint ahogy említettem, utólag egy küldött gyűléssel fogadtatott el a szövetkezet. Hogyha nem 1992-ben határoztak arról, hogy mondjuk akkor az önök lépcsőháza esetében, hogyha ezt én jól értem, az önök tulajdon joga az gyakorlatilag átszáll a szövetkezetre, akkor tudja, hogy mikor határoztak erről, vagy nem határoztak? Igen, határoztak, jobban mondva, összejöttek egy éves küldött gyűlést, a 2004-es törvényre, akár szövetkezeti törvényre hivatkoztak, amely, amúgy az előbb említettem is, kimondja, hogy a lépcsőházak szövetkezeti tulajdonban vannak. Na most melyik lépcsőházak? Ugyebár lakásszövetkezet, vannak olyanok, amelyek építenek lépcsőházak. Azok a lépcsőházak egyértelműen szövetkezeti tulajdonban vannak. De azok a lépcsőházak, amelyek tulajdonképpen a tanács értékesített a lakók számára, azok nem voltak. Egyébként van egy másik előttem egy dokumentum, egy 82-es, amelyben a szövetkezet éves jelentésében ír, itt még szintén a Kun Béláról van szó, az ellenőrzési főigazgatóság Fejér megye igazgatóságára, mely kimondja, hogy a szövetkezet alaptevékenysége a kezelésében lévő lépcsőházak fenntartása. Tehát azokat a lépcsőházakat, amit most jelen pillanatban a szövetkezet tulajdonának mond, 82-ben itt az egyik bizonyíték, hogy igenis csak kezelésben voltak a szövetkezetnél. És akkor itt leírja a tevékenységek között, hogy többek között szolgáltatások szervezése, nyújtása a tagok számára. Amit szintén kifogásolt Tettinger úr, ezt egy bírósági perben is elmondtam, miszerint szövetkezet semmiféle kezelésben nem részesíti a lépcsőházakat, mivel tulajdonában vannak, és ezért ő gondoskodik róla. Egyúttal semmiféle szolgáltatást nem nyújt a tagok számára, mivel egy önálló jogi személy a szövetkezet. De hát megkérdezem én, ha kifizeti a számlánkat, és egyéb dolgokat fenntart nekünk, mint például bármikor betelefonálhatunk a szövetkezethez. Tehát ilyen szolgáltatásokat nyújt. Ha ez nem szolgáltatás, akkor mi?
Szóval ez az, amivel nem, abszolút nem tudok egyetérteni. Arról nem beszélve, hogy egy bírósági tárgyaláson a Tettinger úr azt is kinyilatkozta, hogy azok a befizetések, amit a szövetkezeti tagok befizetnek, abban a pillanatban, hogy beérkezik a szövetkezet számlájára, az a szövetkezet tulajdonává válik, és elméletileg azt csinálnak velük, amit akarnak. Innen fogjuk folytatni, igen? Elnézést, csak közben van egy telefonálunk, Szabó Sándor néven a vonalban, üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a véleményét, hozzászólását. Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm Önöket és a nézőket is. Azt szeretném mondani, hogy én a Tolnai utca 44-ben lakom, és a milyen kis tanácsi értékesítési szövetkezeti lakás, és mi ezt 1982. június 15-én kaptuk meg. Hát azt szeretném mondani, hogy mi ezt a lakást megvettük a lépcsőházzal együtt, és még van egy ilyen, volt egy ilyen házmesteri lakás, amiben most is bent lakik az illető, de azt ott már régen ki akarták tenni, de nem sikerült nékik a szövetkezet. Mai napig is itt lakik az illető, de mint lakó. De most akkor az is a szövetkezeti, hát mi azzal együtt vettük meg, könyörgöm, és a lépcsőházzal, meg mindennel. Akkor hogy veheti el a szövetkezet a lépcsőházunkat? Úgyhogy ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, majd a kérdését igyekezzük eljutatni az illetékesekhez. Nos, tehát akkor nem csak a Kelemen Béla utcában van ilyen jellegű felvetés a lakók, illetve a szövetkezeti tagok részéről, hanem a Tollai utcában is. Igen, ez tulajdonképpen a teljes szövetkezetre vonatkozik. Én csak azért merek a saját lépcsőházunk nevében nyilatkozni, ugyanis csak a saját lépcsőházunkról vannak dokumentumjai, ugyanis a szövetkezet álláspontja szerint a többi lépcsőházhoz nekem semmi közöm, semmiféle jogalapom nincs ahhoz, hogy a többi lépcsőházzal tulajdonképpen nyilatkozzam bármiről, mivel előfordulhat, én ezt nem vitatom, hogy vannak olyan lépcsőházak, ahogy másképp kerültek a szövetkezethez, ezért nyilatkozom én csak a saját lépcsőházamról, de egyébként jellemzően tényleg az összes lépcsőházra ez vonatkozik, hogy a szövetkezet alapszabályba foglalta, hogy a lépcsőházak a szövetkezet tulajdonú. De a lépcsőházba összes... mi tartozik bele? Beletartoznak a közös helységek, amit mondjuk esetleg látunk, hogy aztán ezt a tárolókat, vagy az átalakítják, kiadják később ezeket. Én ezzel most nem vagyok annyira tisztában, de nem tudom, biztos tudja. Hát szintén csak az én lépcsőházomról óhajtok nyilatkozni. A mi lépcsőházunkban volt egy mosókonyha, ilyen szárítóhelyiséggel tulajdonképpen, ahova, amit soha nem használtunk arra a célra, amire tulajdonképpen megkaptuk, de mi kaptuk meg. Ez egy 13 négyzetméteres, és volt egy kerékpár tároló helyiség, ami 33 négyzetméteres több helyiségből állt, és megegyeztünk például a szövetkezettel, hogy hát nem használjuk ezeket a helyiségeket, hát értékesítse a szövetkezet, mivel mi nem használjuk, és egy kis pénzhez jutunk ezáltal. Amikor ez az egyesség megtörtént, akkor megállapodtunk a szövetkezettel, hogy 50%-át a mi lépcsőházunk kapja, 50%-át, mivel hogy a szövetkezet intézeket a dolgokat, ossza a nagy kalapba. Hát ez egy ideig működött is, és utána ezt a szövetkezet egyszerűen megszüntette, mert kijelentette, hogy ez az ő tulajdonuk. Egyébként a lépcsőházakban vannak olyan lépcsőházak, mint a miénkben is, hogy minden egyes lakáshoz tartozott egy külön 1 méterszer 2 méteres helyiség, amit szintén a lakáshoz kaptunk, sőt, annyira, hogy meg is voltak számozva, és a számok alapján csak azt a helyiséget foglalhattuk el, amelyik a lakásunkhoz tartozott. Ennek ellenére a szövetkezetnél történtek olyanok, hogy például az egyik lakó nálunk elköltözött, és aki megvette a lakást, azt nem tájékoztatta, hogy van egy ilyen pince helyisége, és az egyik lakónk látta, hogy van ott egy üres helyiség, ő is új lakó, nemrég költözött oda, nem ismerte a helyzetet annyira, és kiadta bérbe. Bérleményként ezt a helyiséget az egyik lakónknak. Csak amikor rájött ugyebár az új lakó, hogy oppá, hát mindenkinek van egy ilyen helyisége, neki miért nincs, akkor derült ez ki, és hozzám fordult, és akkor sikerült elintézni, hogy kapjon egy külön helyiséget, mert volt egy olyan rész, amit le lehetett keríteni, és akkor ezt a szövetkezet lekerítette, és így átadta ennek a lakónak, hogy neki is legyen tulajdonképpen helyisége. De most az alapszabály szerint tulajdonképpen ez úgy van, ha elköltözik egy lakó, akkor a szövetkezet tulajdonába kerülnek ezek a helyiségek, annak ellenére, hogy bizonyíthatóan ezt a lakáshoz kaptam minden egyes lakástulajdonos.
Azt ugye említette az imént még előtt a telefonáló, elmondta volna a véleményét, hogy ez egy küldött gyűlésen került elfogadásra. Ezt egyeztették-e a küldöttek a lakókkal, akiket ők ugye szövetkezeti tagok, igen, tulajdonostársak, akiket ők képviselnek, ha jól tudom, a küldöttek végül is a lakókat képviselik. Igen. Hát ezzel az egész küldöttgyűléssel az a legnagyobb probléma tulajdonképpen, hogy nagyon sok helyről hallom, hogy a küldöttek egyszerűen nem állnak szóba. De nem csak a küldöttek nem állnak szóba, hanem a közösségi megbízottak se állnak szóba a lakókkal, és nem tartják velük a kapcsolatot. Én őszintén megmondva nem igen tudok olyanról, sőt, egy szemét, aki nemrég itt volt a Kárpai Attilán kívül, aki küldöttgyűlés előtt összehívott volna a lakógyűlést. Tehát a küldöttek abszolút nem tájékoztatják a küldöttgyűlés előtt a lakókat, hogy miről van szó. A szövetkezet azt állítja, hogy a tagértekezleten tájékoztatja a lakókat, ami szintén nem felel meg a valóságnak, ugyanis maguk a küldöttek is csak egy intézőbizottsági ülésen találkoznak azzal, hogy mi is lesz a küldöttgyűlésen, és ezek az intézőbizottsági ülések a tagértekezletek után vannak, ebből kifolyólag a tagok semmiről nem tudnak. Tehát kimondhatjuk, hogy hát a küldöttek úgy döntenek, ahogy akarnak. Na de dönteni az felelősség, azért ezzel tisztában vannak a küldöttek? Az a baj, hogy nem érzékelik ennek a felelősséget. A küldötteknél az a másik probléma, hogy 10%-uk egyúttal igazgatósági tag is. Tehát maguk az igazgatósági tagok 10%-ban megszavazzák a saját határozataikat. Ami én úgy gondolom, hogy összeférhetetlen. Ezt a herceg úrral, a jelenlegi elnök úrral egyeztettem is. Ő azt mondta, hogy hát megfontolja ezeket a dolgokat, de hát nem igen látok ez ügyben előrelépést. Megkérdezzük majd, mert hamarosan érkezik. De mivel, hogy igen, hogy nem sokára műsorba kerül, ezt meg lehet kérdezni. Arról nem beszélve, hogy beszéltem küldöttekkel, akikkel megkérdeztem, hogy egyáltalán miért szavazták meg ezt a lépcsőházi tulajdonjoggal kapcsolatos alapszabálymódosítást, és nem emlékeznek rá. Sőt, mondta olyat, hogy ők nem szavaztak ilyenről. Biztos, hogy szavaztak egyértelműen, én ezt nem is vitatom, benn van a jegyzőkönyvben, csak ennyire nem figyeltek oda. Én nem mondom, hogy mindenki így van vele, de azért a küldöttekről el kell tudni mondani azt, vagy el akarom mondani azt, hogy most 2017-ben egy küldöttgyűlésen feltettem a küldötteknek azt a kérdést, hogy tisztában van azzal, hogy a saját lépcsőházuk a 2016-os évben milyen gazdasági eredményeket ért el, tehát a felújítási és üzemeltetési elszámolást megkapták-e, és erre szinte azt lehet mondani, hogy majdnem mindenki feltette a kezét. Ezzel csak az az egy probléma van, hogy ezeket az iratokat a szövetkezet csak küldöttgyűlés után adja ki. Tehát tulajdonképpen úgy fogadják el a zárszámadást, és úgy fogadják el a következő évi tervet, a küldöttek, hogy még a saját lépcsőházukkal sincsenek tisztában. Mi lehet a megoldás ön szerint? Hát a megoldás egy alapvető tisztújítás lenne, egy közgyűlés összehívása, ahol azok a tagok, akiket érdekel a szövetkezet sorsa, elmennének, és tarthatnának egy tisztújító közgyűlést, és mellette megszavazhatnának egy olyan alapszabályt, amire javaslatot tehetnek, mert a jelenlegi alapszabályra se tett senki javaslatot, az valahonnan előkerült, és nem kérdezi meg senki se tulajdonképpen, hogy milyen alapszabálymódosítást szeretnének. Többek között én is írtam össze még régebben, évekkel ezelőtt egy alapszabálymódosítására egy-két pontot, de senkit nem érdekel tulajdonképpen, mivel kis emberek vagyunk ahhoz, hogy tulajdonképpen ezt végig tudjuk vinni a közgyűlés előtt. Azért mégiscsak sokakat érdekel ez az ügy, hiszen ez lesz majd a közmeghallgatás témája is október 20-án reggel 8-tól. Hamarosan érkezik a stúdióba Herceg József, ugye a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezetnek az elnöke, akinek hát természetesen nézőink is feltehetik a kérdéseiket, illetve hát ön is felteheti a kérdését, nem tudom, hogy lenne konkrét kérdése. Igen, lenne egy konkrét kérdésem, hogy tulajdonképpen reagálhatna azokra, amiket én elmondtam, elsősorban a lépcsőházi tulajdonjoggal kapcsolatban, de lenne egy olyan kérdésem, hogy például most a legutolsó intézőbizottsági ülésen tudomásunkra jutott, hogy készítettek ilyen táblákat a lépcsőházban, ilyen falu újságnak valót, amire ki lehet rakni egyéb dolgokat, ilyen üzenőfalat, amit tulajdonképpen nem kérdeztek meg a lépcsőházaktól, hogy szeretnék vagy nem szeretnék.
Az IB ülésen többen fel voltunk háborodva, hogy miért kell most tulajdonképpen ilyen táblákhoz jutnunk, amikor nem igényeljük. Az igazgatósági tagunk Kocsis György elmondta, hogy ezeket a táblákat már legyártották, de ha nem kérjük, akkor nem kapjuk meg. Csak én megkérdezném, hogy miért fizettünk tulajdonképpen ilyen táblák gyártásáért, ha egyszerűen nincs is szüksége a lépcsőházaknak erre. Közben a szerkesztő kollégám mondja, hogy kint volt egy telefonhívás egy felháborodott lakásszövetkezeti tagtól, aki azt mondja, hogy tájékoztatják a küldötteket a küldött gyűlések előtt. Én ezt nem is vitattam. Tájékoztatják a küldötteket. Hát ezt mondtam, a tagértekezletek után hívőülésen tájékoztatják a küldötteket. De ez a tájékoztatás, ez szinte közvetlenül a küldőgyűlés előtt van. Most én volt úgy, hogy egy hétig készültem a küldőgyűlésre, mert annyi mindent át kellett néznem, hogy jogilag hogy mint vannak a dolgok, tulajdonilag hogy vannak a dolgok, mit kellene megszavaznunk, és összehívtam a lakókat, ez sok évvel ezelőtt volt, mert azt tudni kell, hogy régen küldött voltam, csak lemondtam, és most az idén újra választottak, és egyeztettünk, hogy tulajdonképpen mi az, ami elfogadható. Úgyhogy én ezt nem is állítottam, hogy nem tájékoztatják a küldötteket. De viszont ebben a tájékoztatásban is vannak problémák. Például az egyes számú körzetben, ha jól mondom, az egyes számúban, pont a Káprai Attiláéknál, ott megkérdezték a küldötteket, hogy lenne-e javaslatuk például a tisztségviselőkre, hogy kik legyenek tisztségviselők. Például a mi körzetünkben nem volt ilyen lehetőség, hogy lehetett volna bárkit is javasolni. A választásokat is úgy bonyolítják le, hogy tulajdonképpen nem érdekli a szövetkezetet, hogy a tagság kit javasolnak, azt írnak a választási lapra, akit akarnak. Ez olyan problémákat is okozott, hogy kénytelen voltam jogi lépéseket tenni a legutóbbi küldött választással kapcsolatban, amiről jelen pillanatban nem akarok nyilatkozni, mert ez egy folyamatban lévő ügy, de felháborító a szövetkezet részéről. Köszönöm, igen. Fogjuk még folytatni, viszont hát ugye meg szeretném adni a másik félnek is a lehetőséget, köszönjük a kérdést, és hogy említettem már, hamarosan érkezik hozzánk Herceg József elnök úr, előtte azonban tekintsünk meg egy kis összeállítást az április 27-i küldött gyűlésről, illetve az azt követő eseményekről, ami a közmeghallgatáshoz vezetett. Köszönöm, hogy itt volt. Igen, én köszönöm. Szerettünk volna tudósítást készíteni a küldött gyűlésről, de ezt nem tehettük meg. Nem most jelentünk az átrendezmény. Bár csak az ajtón szerepel, hogy hang és képanyag nem készíthető, legalábbis az igazgatóság szerint. Ezt tiszteletben tartottuk, és egy gyors interjút szerettünk volna kérni az igazgatóság fejétől, amire egyszerű és gyors választ kaptunk. Senki a hatászokat költött, senki nem mindenki. Ezt az igazgató úgy eldöntötte, hogy a lakásszövetkezettől senki nem ad? Igen, így gondolom. 12 000 ember fölött így döntött az igazgató, hogy ez halálkom vagy? De most kérdezem tényleg, mert ez a pillanat igazgató válaszát, én más nem tudom mondani. Tehát nyilatkozat nincs, senki nem nyilatkozhat. A ma tárgyalandó között az alapszabály módosítása is szerepel, melynek egyik pontjában a küldött gyűlést felhatalmazzák a közgyűlés jogaival. Így tovább folytatódhat a majd 3 évtizede közgyűlésmentesen működő lakásszövetkezet kálváriája. Nyilván a mindenkori polgármester is el tudná azt képzelni, hogy 20-21 néhány évig nincs összehívva közgyűlés, hogy nem kell az ő személyéről dönteni, nem kell választásokat tartani, mert hogy az túl sok ember, túl sok tag, és azt milyen bonyolult levezényelni. De hát ettől szerintem egy demokráciában az a dolog rendje, hogy 4, illetve 5 évente mondjuk 80 000 választópolgárral is Fehérvár közigazgatási területén belül meg lehessen választásokat tudni tartani és szervezni. Tehát attól, hogy nagy egy szervezet, az nem jelenti azt, hogy nem lehet egyébként így lebonyolítani. Ez a küldött gyűléses megoldás, nem tudom, hogy jogszerű-e, biztos az, de hogy nem fedi ebben a pillanatban a tagok egy jelentős részének a véleményét, az nyilvánvaló és egyértelmű. Tegnap nagy hibát követtek el azzal, hogy a televíziót nem engedték be, és zárt képfelvételt és hangfelvételt nem engedélyeztek, ezzel kezdték a küldött gyűlésüket. Tehát a nyilvánosság kizárásával tartott a küldött gyűlését tegnap a székesfehérvári egyes számú lakásszövetkezet, ahol több városi képviselő is részt vett. A szövetkezet vezetése küldött gyűlésen kíván olyan határozatokat hozni, és hozott is,
amely kizárólag a közgyűlési hatáskörbe tartozik. Ezzel szemben nincs eszköz az önkormányzat kezében. Az önkormányzatnak a lakásszövetkezet vonatkozásában hatásköre nincsen. A tegnapi küldöttgyűlés helyszín választása az igazgatóság szerint azért történt, mert a város nem biztosít helyet nekik. Mindig is minden fórumon elmondtuk, hogy készek vagyunk bármilyen helyiséget térítésmentesen biztosítani. Az évek óta tartó elmérgesedett helyzet kezelésére a polgármester javaslattal élt. Ebben a témakörben tartsuk meg a idei közmeghallgatásunkat. Egy hosszabb távú javaslat pedig a törvényalkotásról szólt. Alátámasztott és jogilag megfelelő színvonalon elkészített javaslattal érjünk a törvényhozók felé. Nos, hát ez volt akkor az előzménye az október 20-ai közmeghallgatásnak, amit ugye Székesfehérvár önkormányzata tart majd a Városháza dísztermében október 20-án 8 órától, és hát köszöntöm a stúdiónkban Herceg József elnök urat, és köszönöm, hogy eljött hozzánk egyfajta nyitás jegyében, talán mondhatjuk azt, hiszen ahogy korábban beszélgettünk, ön azért az együttműködésre törekszik a lakókkal is, és igyekszik megismerni mindenféle véleményt. Ez így van. Mi volt ön szerint, ami mondjuk a helyzet elmérgesedéséhez vezetett, hogyha egyáltalán beszélhetünk ki erről? Néhány tag évek óta ugye nincs megelégedve szövetkezett munkájával, hozzáállásával, és ez a néhány tag egy kis csoportá alakult az idők során. Hogy mi volt az oka, itt ahogy Farkas úr előadásában is hallottuk, már visszamentünk 1992-re, hogy akkor az a közgyűlés az most mennyire volt közgyűlés, milyen volt-e alapszabálya, nem volt-e alapszabálya. Nekem más információim vannak ezek kapcsolatosan egyébként. Ezek kapcsolatosan én nekem azok az információk, hogy a törvényben előírt határozatokat a közgyűlés meghozta, a cégbíróság nyilvántartásba vette, és a törvényesség kifajást ezzel nem emelt. Tehát ez az szerintem, ami a leglényegesebb. Most a Farkas úr ugye erre azt mondta, hogy hibásan döntött a cégbíróság. Én ebben nem tudok állást foglalni, hogy ez most hibásan döntött a cégbíróság. De valójában ez történt. Ugye a szövetkezet jelenleg is alapszabály szerint működik. Az alapszabály évente módosítjuk, illetve növeljük az alapszabályban lévő pontok számát. Farkas úr azt mondta, hogy ez az az alapszabály, ugye, hogy nem érvényes, meg nem törvényes. Ez megint egy olyan dolog, hogy nem tudom elfogadni, és a szövetkezet alapszabály szerint működik. Ott le vannak írva a szervezetei, ki, mint, hogy kell végrehajtani. Hogy elmérgesedett a helyzet, ez azért mérgesedett el, ugyanis amikor megválasztottak áprilisban elnöknek, azt tudtam, hogy mit vállalok, és azt is, hogy a szövetkezet törvényesen működik, és nem arra kell odafigyelnem, hogy a gazdasági pénzügyi helyzetre, mert az stabil, hanem leginkább az évek óta ez a kis csoport, hogy milyen problémák vannak a szövetkezettel kapcsolatban, ővelük vettem fel először a kapcsolatot. Azért nem csak ez a kis csoport van, mert mondjuk rendszeresen nyilván megszólnálunk ez a kis csoport, de nagyon sokan megkeresnek minket e-mailben, nagyon sokan telefonálnak, és mondjuk azért a kommunikációt, vagy a kommunikáció hiányát, vagy az átláthatatlanságot, azt mondjuk nem 5-10 ember panaszolja. Ez valóban így van. Amit Farkas úr is itt említett, a közösségi megbízottak, illetve a küldöttek. Igen, ez probléma, egyre inkább tovább kell, tehát sűrűbben kell velük találkozni. Nem elég az, hogy csak tagértekezleteken, illetve küldődés előtt. Lehet, hogy ezt havi rendszerességgel meg kell tenni, hogy a lakók és a szövetkezet vezetése közt minél szorosabb legyen a kapcsolat, illetve minden információról tudjanak, ami a szövetkezetnél történik. De ez sajnos a szövetkezet, ez a 3920 taggal, aki most jelenleg van, hát közvetlen úgy tudja megtenni, hogyha a közösségi megbízottakon keresztül teszi. Az a baj, hogy a taggyűléseken is 10-12%-os a megjelenés. Ez egy nagyon nagy probléma.
legalább akkora, hogy a közösségi megbízottak mennyire vannak informálva, és mennyire adják át az információkat. És hát van olyan számom is, olyan probléma, például a Budai úton, ahol lépcsőház gyűlést szerettek volna tartani, és három fő jelent meg a tagok közül. Tehát ez az érdektelenség, ez azért összességében elég nagy problémát jelent. Miért nem közgyűlés? Küldött, 78 küldöttünk van. Ugye a küldöttek, ha megfelelően végzik munkájukat, 50 főként van egyébként küldött, ha megfelelően végzik munkájukat, akkor lényegesen nagyobb száma vannak képviselve a lakók véleménye a küldőgyűlésen, mint ha tartunk egy ilyen 8-10%-os esetleg közgyűlést. Tehát ezért nálunk küldőgyűlés működik. De a közösségi megbízottak minél gyakrabban való bevonása, minél többet informálják, tudjanak, ez valóban ez probléma, és ezzel foglalkozunk. Ugye azt mondtuk, hogy küldöttgyűlés, küldöttek, mennyire veszik fel a kapcsolatot a közösséggel, az ugye egy dolog, mert nyilván biztos, hogy van, aki nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját, én ebben biztos vagyok, és elképzelhető, hogy van olyan is, aki nem feltétlenül mindenről tájékoztat a mindenkit. Lehet, hogy van egy részről egy érdektelenség, de mondjuk biztosan vannak olyan kérdések. Nálunk legalábbis azt tudom mondani, hogy lépcsőházi elszámolás az mindig ilyen örökzöld sláger, és folyamatosan jönnek ezzel kapcsolatban. Ez most átlátható, nem látható ezt? Megkaphatják, nem kaphatják-e meg, elnök úr? Igen, tehát a kérdés elejére. Igen, a közösségi megbízottak, tehát azt tudni kell, hogy a lakók válasszák közösségi megbízottakat. Azt nem tudom, hogy miért ilyen bizalmatlanok a lakók és a közösségi megbízottak egymásra. Közösségi megbízottak is valóban egy emberek, ki így, ki úgy, ki lelkiismeretesebben, ki kevésbé lelkiismeretesebben végzi a munkáját, de a közösségi megbízottak meg azt mondják, hogy az illető nem is kérdezte. Tehát ez egy állandó probléma, állandó gond. A kérdés második felére, hogy a lépcsőház elszámolás, ez a másik olyan pont, amivel én szeretnék, én is jobban bele szeretnék látni, ebben átláthatóvá szeretném tenni ezt a dolgot. Tavaly óta egy új programmal dolgozunk, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy úgy jó, hogy van. Annak a programnak is van egy lelke, van egy olyan szisztéma, ami szerint a könyvel. Nyilván a havi elszámolások, ezek a lépcsőházi elszámolások tájékoztató jellegűek, olyan értelemben, hogy a kijövő, illetve bejövő számlákat könyveljük. Évvégén szokott a legnagyobb probléma lenni ezzel, amikor az egyéb bevételéket is, hogy a könyvelés tesszük, vagy például az antennarendszernek a problémáját, tehát ott jelentkeznek leginkább, hogy a decemberi nem azonos a novemberivel. De épp közben is lehetnek ilyenek, és a másik, hogy itt inkább az a problémájuk a lakóknak, többször jogosan, hogy drágábban csináltatjuk, mint esetleg ő tudná, mint ahogy Farkas úr is van egy ilyen vitám. Ez is elég nehéz probléma, ugyanis az, hogyha valamit a szövetkezet egy munkát megrendel, például a Farkas úréknál is kért egy olyat, hogy a villámállítókkal kapcsolatban három cég volt a jelentkező, mint a három nagyon részletesen ki lett dolgozva, előnyét, hátrányát megmutattam Farkas úrnak. Ennek ellenére ő neki a lépcsőházi szomszédja, a kollégája azt mondta, hogy ő azt sokkal olcsóban meg tudta volna csinálni. Biztos, hogy van ilyen, de azért mivel, hogy a szövetkezet is egy jogi, tehát ezt így nem tudjuk végrehajtani, hogy mindig egy lakót kérdezzünk meg, hogy te mennyire csinálnád. Mindjárt folytatjuk, közben van egy telefonálunk, Budahegyi László, aki azt mondja, hogy ő is az egyes számú szövetkezet tagja. Jó estét kívánok, várjuk a kérdését, véleményét. Kezdjük, akkor a mélyes jövetét kívánok minden
nézőnek. Herceg úrhoz lett volna egy megjegyzésem. A Herceg úrnak is én is írtam már egy párszor e-mailt, sajnos nem reagált rá többször sem. A másik pedig azt szeretném mondani, hogy ő azt állítja, hogy érdektelenek a lakók, mert a küldöttek figyelnek a lakókra. A küldöttek és a megbízottak nagy része abszolút meg se kérdezi a lakókat, és például nálunk is a Radnóti téren az volt, hogy bármit el kellett intéznem, ha oda mentem a közösségi megbízottal, menjek be a szövetkezeti irodájába, és ott intézzem el. Tehát semmit nem tett. Bármilyen elképzelés vagy kérésünk volt, mindig nekünk kellett fáradni és elintézni. Tehát ez az egyik. Akkor a küldöttgyűléseken is soha nem kérik ki a lakóknak a véleményét, és úgy ülnek oda, mintha minket képviselnének. Minket nem képviselnek azok, akiknek se kérdezik a véleményünket. Tehát ez így megy. És az, hogy most is, amikor írtam a Herceg úrnak legutóbb a fűtéssel kapcsolatban, tudnélik, ugye kezdődik, október 15-én kezdődne a fűtési időszak, illetőleg április 15-e a következő évben lejátszódna. Viszont sajnos előtte már kezdenek fűteni, vagy úgy van, hogy tovább fűtenek, ha hidegebb idő van. De minket, lakókat sosem kérdeznek meg, hogy szeretnénk-e. Nem tudom, hogy ki az, aki csak elrendeli és bekapcsolhatja, és nekünk kell sajnos fizetni. Köszönjük szépen, és hát felhívnám a figyelmüket, hogy az 516-110-es telefonszámot hívhatják, legyenek kitartóak. Amikor foglalta a telefon, akkor ugye nem tudjuk önöket adásba tenni. Hát Herceg úr, több kérdés is érkezett önhöz, fűtés. Nem tudom, hogy ezt a levelet mikor is, tehát én nem találkoztam ezzel a levéllel, lehet, hogy a napokban volt, benn van a szövetkezetnél, nem találkoztam ezzel a levéllel. A fűtés. A fűtés ez minden évben probléma, most is például ugye 15-én ugye az van, hogyha 3 napon keresztül folyamatosan 12 fok alá csökken a hőmérséklet, akkor a fűtést el lehet indítani. Most is a Farkas úr, mivel hogy folyamatosan, tehát több mint 3 napon keresztül 12 fok alatt volt, egy ilyen temperáló fűtést elindított. 13-án, mert ez 15-én történt, 13-án engem már megkeresett egy kismama, és kérdezte, hogy mikor indítjuk a fűtést, mert nagyon hideg van. Mondtam neki, hogy 15-én fogjuk elindítani. Elindult a fűtés 17-én, egy másik lakó jött felháborodva, hogy mi a francnak fűtünk, amikor jó idő van. Tehát a fűtés az így eléggé nehéz kezelni. A harmadik dolog pedig, ez úgy működik, hogy a fűtést, tehát az egy hete is elhangzott itt, hogy a szövetkezet rendezi a fűtést. A szövetkezet nem rendezi a fűtést, csak a szövetkezet részt vesz abban, hogy a szép HRT mikor és mennyi fokot emeljen, tehát abba segít, hogy a közösségi megbízottnak, ha szólnak az adott lépcsőházba többen, hogy szeretnék megemelni a hőfokot 2 fokkal, vagy netán csökkenteni, akkor az a szövetkezet részéről 2 fő, az üzemeltetésvezető, vagy a ügyvezető igazgató, aki jogosult arra, hogy a szép hőnek ezt elmondja, és akkor az adott hőközponttól lévő lépcsőháznál, mert itt nagyon sok helyen, a 2 lépcsőház van 1 hőközponton, ott megemelje a fűtést. Hamarosan folytatjuk. A telefonnál van Komjáti Mária, aki szintén szövetkezeti tag. Üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdést, véleményt. Jó estét kívánok! Az előző telefonálóhoz szeretnék hozzászólni. Mikor van gyűlés, kiírom a csempére a lépcsőházba. Ennek ellenére 66 lakásból a házunkból 2 vettek részt. Szóval nagy az érdektelenség, maradjunk ennyiben. Ez biztos. A fűtéssel kapcsolatban meg annyit mondanák, tavaly följön hozzám egy idős hölgy. Keveset legyen kedves visszahalkítani, mert nagyon visszhangzik. A készülékén a hangot vegye le egy kicsit. Nem tudom a telefonomról levenni. A televízió nem tudom, mi van, akkor halkabban beszélek. Egy hölgy feljön, hogy fázik. Otthon kába van, nincs rajt nadrág, és mezitláb papucsba. Mondom, nézze meg, én mackonadrágban vagyok és zokniba. Szóval van ám, aki beleköt még a kákácsomóba is. Ez egy vélemény szintén a mi házunkról. Köszönöm szépen, köszönjük a véleményét.
Nos, tehát, hogy említettük, én azt gondolom, hogy van ilyen közösség is, meg olyan közösség is, mint hogy van ilyen közösségi megbízott is, meg olyan közösségi megbízott is, aki megkérdezi, meg aki nem, és vannak érdeklődő, meg érdektelen lakók. De mit tehetnek azok a lakók, akik mondjuk tényleg szeretnének aktívan részt venni, és nem találják az utat? Nyugodtan szólhatnak nekem, vagy jöjjenek be a szövetkezethez, üljünk le, és beszéljük meg, és konkrét eseteket beszéljünk meg, odahívjuk a közösségi megbízottat, és ő is mondja el a véleményét, hogy hogy történt esetleg az, hogy szóltak neki, és ő azt mondta, hogy mennyire beszövetkezett, mert én nem tudom. Tehát én fogékony vagyok bármi ilyenre, sajlandó vagyok bármi ilyenre, ha konkrét esetről van szó. Köszönöm szépen, közben még egy telefonálunk van, most szóltak a kollégáink. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Fölteheti kérdését, elmondhatja a véleményét, csak kérem, hogy röviden, mert a műsoridőnk az sajnos véges. Jó, köszönöm. Várjuk a véleményét. Ó, jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves vendégeket. Szeretnék a herceg úrnak feltenni egy kérdést, még pedig a lépcsőház elszámolása kapcsolatban, ugyanis nekem nem olyan régen zajlott le egy per a lépcsőház elszámolásokkal kapcsolatban, mivel 2006 óta nem kapunk a Radnóti tér 1-ben lépcsőházi kimutatásokat, a vezetésre és a felújításra. Most a perben azt mondta a Farkas úr, hogy a 2016-osat nem tudja még odaadni, mert a küldött gyűlés előtt még nem volt készen. Na most, én a küldött gyűlés után kértem levélben, írásban, kértem a közös képviselőtől is, a Kertész Andrástól, majd a herceg úrnak meg fogom tudni mutatni azt a levelet, amit a Kertész András nekem írt, hogy nem áll módjában átadni az elszámolást, mert neki szüksége van rá, mert hát, ha még más is kíváncsi lesz rá. Most akkor, kedves herceg úr, több esetben találkoztunk már, beszéltünk egymással. Ön szerint mi lenne a megoldás erre, hogy a Kertész András ne rúgja föl azt a szabályt, hogy a törvény előírja a tájékoztatáshoz való jogunkat. Köszönjük és szépen. Köszönöm szépen a hívását a régi Gyulánénak. Önnek tetszik hallani, gondolom, amit most mondok. Ő neki volt már egy kérése 2 hónappal ezelőtt hozzám, ugyanis ő, aki azt a Kertész András, az egy pillanat is el tud kivékülni valószínű. Én akkor kerestem őt. Telefonszáma nincs. Ennek ellenére én szerettem volna a kérését megoldani, akkor e-mail száma nincs. Ajánlott levelet adtunk föl szövetkezettel, hogy legyen szíves valami módon ingyen följön, mert beírtam a telefonszámot is, hogy tudjam egyeztetni, hogy az ő kérését mikor tudunk leülni, úgyhogy a Kertész András, a Farkas úr, én is, ő legyen ott. Nem vette át a levelet. Tehát azóta sem vette át ezt a levelet. Úgyhogy én nagyon szívesen közvetítek ebben a dologba is, csak szeretném arra kérni, hogy érem el. Megpróbálunk akkor mi ebben segíteni önnek és közreműködni, mert én azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen nyitás van, és tényleg ön törekszik a kompromisszumokra, én ezt egy jó dolognak gondolom. Egy gyors utolsó telefonhívást még adásba kapcsolunk. Van egy telefonálunk, hogyha minden igaz, hamarosan itt a vonalba, üdvözlöm. Jó estét kívánok! Káprai Attila vagyok. Azt szeretném az elnök úrtól megkérdezni, hogy mi a vélemény arról, hogy több cégbírósági határozat, illetve fővárosi ítélőtáblai végzés megállapította a szövetkezet jogsértő tájékoztatás adási gyakorlatát. Mi azt reméltük, hogy a szövetkezet az új elnökkel felhagy ezzel a jogsértő gyakorlattal, és végre kapunk érdemi válaszokat a tájékoztatás kérésünkre. Köszönjük szépen. Attila, nekem nincs információm ilyenről, hogy a szövetkezetet ilyen döntések érték. Tettingerről bizonyára tájékoztatott volna engem ezekről, tehát nekem erről nincs tájékoztatás. És ahogy elmondta, egyébként az információ, a tájékoztatás az elindult, tehát hogyha önt megkeresik. Egyik legfontosabb felett, igen.
ezt fontos célkitűzésnek tartotta. Milyen fontos következtetésekre, megállapításokra jutott, illetve milyen fontos céljai vannak, hiszen új elnökként még nem köszönhettük itt a stúdióban. Igen, hát a legfontosabb célom az lenne, hogy ez a kis csoporttal, vagy ahogy ön fogalmazott, a kis csoportnak kicsit tágabb értem, azokkal a lakókkal, akik nem értenek egyet a szövetkezet működésével, és itt problémákat jeleznek, üljünk le, beszéljük meg. Én hajlandó vagyok rá, hogy beszéljük meg per kontra alapon, tehát én mindent meghallgatok, és amivel tudok, kérem, segítek, eddig is segítettem, ugyanis ellenvélemények is vannak, a Sütő utcából is, a Kelemenbél utcából is, hogy megköszönték azt, hogy segítettem, mert eddig több hónapon vagy éven keresztül nem sikerült nekik egy valamit megtenni. Tehát üljünk le, beszéljük meg, normál körülmények között, normál ember, mindenre vevő vagyok. Arra is, ha a szövetkezet hibázott, arra is, hogy esetleg a szövetkezetnél bizonyos személyek nem úgy viszonyulnak a dolgokhoz, csak ezt kérem, hogy beszéljük meg, és üljünk le, és én hajlandó vagyok ezzel foglalkozni. Mondhatjuk, hogy az ajtó az nyitva. Az ajtó nyitva, így van. De semmiképp nem azt az utat szeretném válaszolni, hogy itt a televízió előtt vitatkozunk, és egy mondjuk a magunkét, de nem tudjuk bizonyítani az ellenkezőjét. Én hajlandó vagyok arra, hogy üljünk le, és beszéljük meg bárkivel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és én azt gondolom, hogy bizonyára lesz még alkalom, hogy tapasztalatokról és megoldásokról beszélgessünk. Én nagyon szívesen jövök, én hajlandó vagyok a kritikát is elfogadni, csak igaz legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk majd akkor is, viszontlátásra!